A festői szépségű felső színevéről üdvözlöm a kedves televíziónézőket. A Profit című gazdasági magazin műsort látják. Mai adásunkban elsőként Nagyszőlősre és Beregszászra látogatunk, ahol a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács minősített vendégházaknak adott át okleveleket. Tartsanak velünk! Magyar Turisztikai Tanács ugye minőségben mérte fel a vendégházaknak a befogadó képességét, itt különböző fokozatok vannak, átmentek az értékelésen, ami azt jelenti, hogy minőségi szolgáltatást tudnak nyújtani. Miért fontos elmenni a minőségi szolgáltatás felé turisztikában? Nagyon jelentős példája a Kárpátaljai Magyarság önszerveződésének. Arról van szó, hogy emberek foglalkoztak külön-külön ugye, falusi vendéglátással, aztán rájöttek arra, hogy jobb eredményeket lehet elérni abban az esetben, hogyha egy szervezetbe tömörülnek, ez a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács, illetve átveszik azokat a pozitív példákat, amelyek mind Magyarországon, Nyugat-Európában működnek, azt, hogy egy vendég tudja azt, hogy milyen színvonalú szolgáltatásra számíthat. Ez volt ez a minősítési rendszer, amit kidolgoztak, önállóan megvalósítottak, és mindenki csatlakozott hozzá, és most meg fogják tudni azt, hogy kinek milyen minőségű szolgáltatást nyújtására van lehetősége. Óriási fontos dolog, hiszen önszerveződés volt, az emberek ebbe belementek, szigorú objektív kritériumok alapján döntötték el azt, hogy kinek egy napra forgó, két napra forgó, vagy három napra forgó jár, és ez azt jelenti, hogy mind a Kárpátaljai Magyarságnak, mind a Kárpátaljai Magyar Turizmusnak van jövője itthon. Hamarosan ki fogják írni ezzel kapcsolatban az újabb pályázatot, újabb fejlesztések fognak történni, és elindulunk azon az úton, hogy valóban a Kárpátaljai Magyarságnak egy jelentős része a községeinkben a turizmus lesz egyik fő ágazat a gazdaságnak. A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács milyen kritériumok alapján minősítette a kárpátaljai magyar vendégházakat? Mik voltak azok az alapelvek, amelyeknek meg kellett felelniük? A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács gyakorlatilag a magyarországi napraforgós rendszert vette mintául, ami azt jelenti, hogy az itteni vendégházaknak is közel azoknak a feltételeknek kellett megfelelni. Igaz, hogy nálunk másként zajlik a falusi vendéglátás, mint Magyarországon, de itt is alapként vettük azt, hogy kategóriánként például két napra forgós vendégháznál a vendégek használhatják, vagy vendégek a házakkal közösen használnak például egy fürdőszobát, míg a 3-4 napra forgósoknál már külön fürdőszoba kell a vendégeknek, tehát gyakorlatilag nem használhatják ugyanazt. Hány vendégház kapott most minősítést, illetve mennyire voltak aktívak a turisztikával foglalkozó, zöldfalusi turizmussal foglalkozók? Tehát gyakorlatilag 2018-as és 2019-es évben több mint 400 vendégházat minősítettünk, Ungvártól egészen Viskig, a kárpátaljai magyar települések, szinte mindegyik településről van minősített vendégházunk. Vannak olyan vendégház tulajdonosok, ahol még nincs falusi vendéglátás, még nem foglalkozunk turizmusban, de a terveik között szerepel, hogy elindítanak ilyen turisztikai vállalkozást. Illetve vannak olyanok, akik már 1998-99-től foglalkoznak falusi vendéglátással. Mindenhol gyakorlatilag annak ellenére, hogy régen foglalkozik turizmussal, vagy most akarja kezdeni, ugyanazoknak a feltételeknek kellett megfelelniük. Mekkora szerepe van az EGÁN-EDE gazdaságélénkítő programnak a turisztikai élet fejlődésében, itt most konkrétan a vendégházaknak az újításában, a szépítésében, a fejlődésében? Azt el kell mondani, hogy ezek a vendégházak felszereltek meg jó minőségűek, de a fejlesztésre mindenféleképpen szükség van, és az EGÁN-EDE alapítvány, illetve a Magyar Külügyminisztérium erre ad lehetőséget, hogy fejleszteni tudják, ahol például két napra forgós vendégház van, nincs külön fürdőszoba, akkor ki tudnak alakítani egy külön fürdőszobát a vendégek számára. Ha nincsenek egységes butorral felszerelve a vendégházak, vagy technikai eszközökre van szükség, akkor ezt meg tudják tenni, amit természetesen önerőből nem tudnának, mert annyi bevételük a falusi vendéglátásból nem származik, hogy tudják fejleszteni ezeket a vendégházakat. Thank you.
Hogyan kapcsolódik a Kárpátalja fejlesztésért felelős miniszteri biztosság, miniszteri biztos úr a vendégház minősítő rendszerhez itt Kárpátalján? Ez egy nagyon hosszú folyamat. 5 évvel ezelőtt onnan indultunk, hogy elfogytak a vendégek Kárpátalján Magyarországról, de nyugodtan mondhatom, hogy a hágókon túl Ukrajnából is. A magyarországi vendégek, különösen a határtalanul programban nem ide utazó diákok azért nem jöttek, mert a Kelet-Ukrajnába zajló háborút sokkal közelebbnek vélték az otthoniak, mint a valóságban van. Egy nagyon kemény munkát kezdtünk el, például a Rákóczi Szövetséggel nyugdíjas és egyházi csoportok utaztatási programját. Kiadtunk egy kárpátaljai gasztrokalauzt, a budapesti turisztikai kiállításon nagyon jelentős kárpátaljai megjelenést biztosítottunk. Folyamatosan a turisztikai tanácsa programokat indítottunk, csak egyet emelnék ki, önkéntesek járják azokat a népszerű turisztikai helyszíneket, ahova magyarországiak megérkezhetnek és igyekeznek rendet tartani, hiszen tudjuk, hogy itt Kárpátalján milyen súlyos gond az, hogy teli van szeméttel az egész megye. Nos, ennek a folyamatnak egy lépcsőfoka, de egyben egy állomása is az, hogy a magyarországi rendszert átvéve 1-től 4-ig terjedő napraforgócskákkal minősítjük a falusi szálláshely adókat. Összesen 400 ilyen szálláshelyet kerestek fel a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács munkatársai, és ezzel a minősítéssel elérhetjük azt, hogy biztosan meg lehet mondani azt, hogy egy adott szálláshelyen milyen szolgáltatásokra lehet számítani. Ez egy nélkülözhetetlen minőségugrás a helyi vendéglátásba és a szálláshelyek színvonalának megőrzésében. Ugyanakkor egy minta is lehet, hiszen Ukrajnában egyáltalán nem ismerő és ismeretlen teljesen ez a fajta rendszer, amely a magyarországi turisztikai iparban egy elfogadott módszer. Én remélem, hogy ezzel nem csak a magyar szállás adóknak tudtunk segíteni, és ráadásul még egy képzési program is járult ehhez a minősítési rendszerhez, hanem Kárpátalja többségi lakosságának, de nyugodtan mondhatom, egész Ukrajnába is egyfajta mintát adtunk arra vonatkozóan, hogy hogyan kell falusi turizmus szervezni. A határon átnyúló együttműködésekről is szó volt a Kárpátaljai Nyári Szabad Egyetemen Felsőszinevéren. Barta Józsefnek, a KMK-szal elnökének, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnök helyettesének előadását tekinthetik meg a következő percekben. Nekünk a megye fejlesztési stratégiájában prioritásként szerepel a határ menti és a határokon átnyúló kapcsolatoknak a fejlesztése, hiszen geopolitikailag nagyon jó Kárpátalja fekvése. Kárpátalja egy kapu vagy híd kelet és nyugat között, Európa Unió és Ukrajna között. Azon kívül ez egy olyan vidék, amelyik kicsi területére nézve 4 Európa Uniós országgal határos, és tranzitvidék. Itt komoly tranzit útvonalak vezetnek, mind vasúti, mind közúti. Légúti is kellene, hogy legyen, lesz, ebben bízunk és teszünk érte. Illetve hát gáz, kőolaj és villanyvezeték, tranzitvezeték is átmegy a megyén keresztül. Tehát nagyon fontos geopolitikailag a vidék fekvése, és a határokon átnyúló kapcsolatok fejlesztésére is kitűnően alkalmas, ezért nem véletlenül a megyénk 18 más régióval már kötött együttműködési szerződés, legutóbb például a napokban Borsod-Abaúj-Zemplén megyével, itt volt egy delegáció, és akkor a megyei tanács termében megkötöttük ezt az együttműködési szerződést, amelyik egészen 2021-ig szól, tehát 3 évre szól. Korábban néhány kicsi idővel korábban, tehát azt hiszem 10 nappal ezelőtt itt volt a Bács-Kiskun megyei közgyűlés delegációja, velük is kötöttünk egy együttműködési szerződést, velük ez az első. Borsod-Abaúj-Zemplén megyével 2011-ben kötöttük az első, 15-ben felfrissítettük, most pedig teljesen új tartalommal töltöttük meg, mivel már ez a kapcsolat valóban aktív és vannak gyümölcsei. Tehát dolgozunk ezen, mert érdemes rajta dolgozni, mert számunkra fontos. Azon kívül, hogy van a régió közötti kapcsolat, még több mint 100 járás, város, falu, nagyközség között létezik együttműködési szerződés, vagy együttműködés, testvértelepülés együttműködés, amelyek szintén nagyon gyümölcsözőek, és ezeknek a száma bővül. Az együttműködésből konkrét haszna is van a vidéknek és a közösségeknek.
Például a csehekkel, akikkel annak ellenére, hogy nem szomszédos ország, mégis nagyon jó az együttműködés. Több régióval sikerült már együttműködési szerződést is kötni, meg kapcsolatba kerülni velük. De a Viszacsinával ez a kapcsolat már hosszú időre nyúl vissza, 10 évre, és a 10 év alatt egy 50 millió korona értékű támogatás érkezett Kárpátaljára, ami azért is fontos, mert mivel érkezik a támogatás, mi tudunk lobbizni azért, hogy a megyei költségvetésből ezt megduplázzuk, és így tudunk segíteni projekteknek a megvalósításán, ami a közösségek életét jobbá teszi. A legnagyobb volumenű támogatás a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztésében a keleti partnerség program keretében valósult meg, és valósul meg most is még. A keleti partnerség program keretében 5 év alatt egy 50 millió grivennyi értékű támogatás érkezett, és elmondhatjuk azt, hogy egy 106 objektum vagy intézmény felújítása valósult meg. Tehát ez egy nagyon jelentős beruházás. A Tisza ETT-ről már beszéltem, illetve az Európai Területi Társulásról, amelyiknek a létrejötte nagyon kecsegtetett, nagyon szép jövővel, és ez még mindig kecsegtet, és még mindig bízunk benne. Egy ideig úgy tűnt, hogy nem lesz belőle semmi, de most már látjuk, hogy igen. 2015. októberében jött létre, mégpedig Kárpátalja, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzatai, illetve Kisvárda önkormányzata közösen fogott össze, és hozták létre ezt a testületet, és megvannak az első gyümölcsök, pályáztunk közösen, és a pályázat eredményeképpen a szlatinai sóbánya problémáját fogjuk vizsgálni, tanulmányozni, és valami tervet kidolgozni a jövőre nézve, illetve van remény arra, hogy Jánosi mellett megépül egy szemét feldolgozó részlegüzem, ami pilóta jellegű, az első lenne ilyen Kárpátalján, és így a szemét hulladékkezelés problémáját részben megoldaná, részben mutatna, hogy merre kell haladnunk. Kárpátalján egyetlen egy ilyen feldolgozó részlegüzem sincsen. 10 000 tonnányi szemetet exportálunk Magyarországnak, ez a legnagyobb export mennyiségét nézve, amit küldünk, hát ez az országunknak a szégyene, meg a vidékünknek a szégyene, nyilvánvalóan, hogy ezen változtatni kell. És ebben érdekelt a szomszédos régió is, és Magyarország is teljes mértékben, egyébként maximálisan támogatnak minket ebbe, amiért itt és most is köszönetet mondok a közgyűlés elnökének, akik itt mellettem ül. Sikerült kiharcolni azt, én is sokat tettem érte, itt helyben is, meg Kijevben is, amikor felmentem akkor is, éles kritikával intéztem az illetékeseket Kijevben, hogy kidolgoztak egy pilóta projektet Ukrajnában, hogy a határon befolyt vámilleték tervének túlteljesítéséből származó összeg 50%-a maradjon ott helyben, és ezt csak útjavításra, útépítésre lehessen felhasználni. Mivel a határárkelés miatt jelentősen rombolódnak az utak, itt Kárpátalján is, a legtöbbet ezek a nagy kamionok és teherautók rombolják, akkor adjunk valami kis pénzt abból, ami ott befolyik. Rengeteg pénz befolyik, annak egy része a költségvetésbe, a kasszába, az állami költségvetésbe, a megye nem kap semmit belőle. Egy része pedig úgy nem tudjuk, hogy hová, mert ugye elfolyik, szétfolyik, de legalább ennyi maradjon itten. Ez az összes befolyó, még ott átáramló pénzekhez képest egy elenyésző kicsi összeg, de számunkra egy nagy összeg, és első körben a Volinyi, a Lembergi, a Csernivci és az Odesszai megyeiket vették be ebbe a projektbe. Kárpátalját kifelejtették, mintha Kárpátaljának nem lenne uniós országgal határa. Hát mi fel voltunk ezen háborodva, és küzdenünk kellett keményen érte, én is, Maszkál is, meg még más népképviselők is. Lobbiztunk érte, küzdöttünk érte, megadták, azt mondták, jó legyen a tiétek is, és egy teljes évig élvezhettük a hasznot, ez több mint 300 millió grivennyi volt, amiben valóban megcsináltunk utakat itt Kárpátalján, és azt hittük, ennek folytatása lesz. De aztán úgy csinálták kezdetben, hogy azt mondták, ha a terv túlteljesítéséből származó összeg, akkor emeljük meg a tervet, és akkor nem lesz túlteljesítés. No, hát először megemelték a tervet, alig lett túlteljesítés, épp csak olyan összeg, amit szégyen kimondani. Aztán gondolták, hogy hát ha még ez is sok, úgyhogy eltörölték az egészet. Úgyhogy most már nincsen, de azért ez történt, megtörtént, ez a mi harcunknak volt az eredménye, legalább annyit megcsináltunk belőle, legalább az a 301 néhány millió grivenny az itteni helyi utakra lett fordítva.
Elmondhatom még, mint eredmény szintén, hogy a KMKS és a KMKS jótékonysági alapítvány közreműködésével itt az elmúlt években több mint 100 000 kárpátaljainak sikerült schengeni vízumot adni, és így megkönnyíteni a határátkelést, ami mindenképpen hozzátartozik a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztéséhez, hiszen csak úgy tudunk kapcsolatot teremteni, hogyha egymást meglátogatjuk, és ugye innen elég nehéz volt kimenni, de schengeni vízummal ez könnyebbé vált, úgyhogy ezt is egy pozitív eredményként tudjuk tehát bejelenteni. Milyen céljaink és feladataink vannak ebben az ügyben? Hát először is nagyon fontos a határ és a határmenti infrastruktúrának a fejlesztése. Addig se, de miután bevezették a vízummentességet Ukrajna számára, megadták, több mint 30%-kal megnövekedett a határforgalom, és áldatlan állapotok vannak. Hát több kilométeres kamionsorok, több napot kell várni, de a személyforgalommal is nagyok a problémák. Van, aki szerencsés és 1-2 óra alatt át tud menni a határon, de bizony vannak olyan, akiknek 4-6 órát, vagy még annál is többet kell sorban állni és várakoznia, és elég megaláztató maga az átkelés is sok esetben. Hát mind a két oldal olyan, hogy nem lehet dicsérni senkit ebben az ügyben. Egyik oldal se, hogy történik határátkelés, lehet, hogy önök is tapasztalták már, hogy nem mindig olyan sima. Na most mi a megoldás? Hát először is új határátkelő helyeknek a létesítése és a meglévőknek a korszerűsítése. Ott van, hogy csak politikai akarat kellene, és nagyon rövid idő alatt meg lehet nyitni Nagypalád, Nagyhódos határátkelő helyet Ugocsában, hiszen megvolt az akarat, tüntettünk, követeltünk, kértünk, megadták, Magyarországon már rég megépítették, magyar oldalon egész az utat oda a határátkelőhelyig Nagyhódosnál. Sikerült elintézni, hogy itten Ukrajnában is megnyertük az infrastruktúrális minisztert Omeljan urat, aki itt jár Kárpátalján is megfőztük, és azt mondta, jó, és valóban tartotta a szavát, ez ritkaság, de ez így volt, hogy 110 millió grivenyt utaltak ki az országos költségvetésből egy útszakasznak a megépítéséhez, amely egész Péterfalvától a határátkelőhelyig vezetett, és jó minőségű, jó utat építettek belőle, jó drágán, de legalább jó megépítették, már csak egy bázis kell kiépíteni magának a határátkelőnek az infrastruktúráját, ami benne volt Magyarország, itt, amikor Magyar Leventa itt járt, én is ott voltam, amikor a kormányzóval Maszkával tárgyaltunk vele, és mondta, hogy ők hajlandók arra is, hogy akár ők is megépítik, csak hadd nyíljon már meg az a határátkelőhely, az ukrán oldalnak is megépítik, csak hadd nyíljon már meg, de hát sajnos nem nyílt meg a mai napig se. Akarat hiány nyilvánvalóan egyértelműen, és reméljük, hogy az akarat meg fog jönni, mert ha meg fog jönni az akarat, akkor ez nagyon gyorsan megoldódik, és ez egyrészt a helyiek számára egy óriási lehetőség arra, hogy a vidék felfejlődjön az ottani települések számára, nem csak azért, mert határátkelőhely, hanem olyan beruházások történhetnek meg, ott termálvízforrás van. A mezőgazdasági beruházások, turisztikai beruházások, amelyek ott sok ezer embernek a megélhetését fogják biztosítani, a jobb élet lehetőségét fogják megteremteni. De leveszi a forgalom egy részét a szomszédos határátkelőhelyekről is, hiszen ott fog egy nagyobb forgalom lebonyolítódni. A másik ugye Bereg Daróc határátkelőhelyének meg, ott nincs semmi, ott út sincs, ott dzsungel van, de oda terveznek egy határátkelőhelyet, mégpedig azért, mert ott terveznék meg az összeköttetést az M3-as autópálya és a Kijev-Csap autóút között. Hogy ez a Kijev-Csap autótat rákapcsolni az M3-asra, nálunk is oda kellene húzni az utat, megépíteni a határátkelőhelyet, és akkor képzeljük el, micsoda fejlődés ez Kárpátalja számára, de nem csak, hanem Ukrajna számára is, hogy autóutat autópályával összekötünk, egy korszerű határátkelőhelyet megépítünk, és gyorsan át tudunk menni, és mehetünk Magyarország felé, de aki tovább akar menni, onnan az Európa bármelyik pontjába már eljuthat. Ez is csak áll. Tehát nem mozdul semmit, valamiért ez se működik. Bízunk benne, hogy a legfelső tanácsban is sikerül olyan erővel, képviselettel megjelenni majd, és olyan új hatalom jön létre, amelyik ezeket az ügyeket előrébb fogja vinni, és ha megoldódik, akkor ezek a projektek meg fognak valósulni. Hiszen nem kell sok hozzá, mondom még egyszer, csak akarat. Ide van hová befektetni, óriási lehetőségek országa vagyunk a jövőt tekintve, hiszen gazdaság alig van. Igaz, hogy már ember se nagyon, de viszont visszajönnének, hogyha lenne hová, hogyha lenne munkahely, jó fizetett munkahely, beindulhatna itt minden, az ország nagy, a potenciális lehetőségei óriásiak. Azt el tudom mondani, hogy Kárpátaljának
Kárpátalján a külföldi beruházásokról, hogy 47 országból vannak itt beruházók, összesen a világból, 47 országból, és évente olyan 300 millió dollárnyi beruházás történik, amivel kárpátaljai régiói között a legjobb 10-be ott vagyunk a beruházásokat illetően, tehát elég jó Kárpátalja országos viszonylatban, de a hasonlat azért csántít, mert Ukrajnában nem nagyon ruháznak be, tehát ahhoz képest, a rossz beruházásokhoz képest mi jó helyen vagyunk. Az egyik legnagyobb beruházás, ez Magyarország részéről történik, amikor a kárpátaljai gazdákat, meg kis és középvállalkozókat támogatja, akiket nem támogat más senki. De sajnos, hogy Kijevből és állami költségvetésből nem nagyon kapnak támogatást, viszont Magyarország felől, mióta az EGAR-EDE beindult, azóta ez nagyon megyen. Tehát eddig az elmúlt időben, 3 év alatt összesen 5400 személy jogosult pályázati úton támogatásra 3 millió forint értékig, ami több mint 10 milliárd forintot jelent volumenben, összességében. Ez óriási szám, hogyha vesszük, hogy az ennyi család, és azt is láttuk, én meglátogattam néhány ilyen egánost, akik már többször is pályáztak, befektettek, és olyan jól megy a gazdaságuk, ügyesen csinálják, hogy 5-10 másik embert is foglalkoztatnak, azoknak munkát adnak, és megélhetést biztosítanak a családjuk számára. Úgyhogy ez egy nagyszerű dolog, ezt folytatni kell. Szinte ez ment meg most meg minket, hiszen a kárpátai magyarság 70%-a falun él, falun a mezőgazdaságból tud megélni, és nem tudna megélni, hogyha ez a támogatás nem lenne, így viszont nagyon sokan a támogatások révén a saját vállalkozásokat tovább turbózzák, erősítik, vagy pedig, ha nincs mondjuk még nekik, akkor beindíthatják. Van egy jó ötlet, van egy akarat, elindul, pályázik, nyer, befektet, és elindul az élete. Nem kell kimenni külföldre. És ha összeszámoljuk azért, hogyha megnézzük, akik külföldre mennek, 150-200 forintnál többet nem sokan keresnek, hogyha azt veszük itt, a pályázati úton ezt megkapja. Amit ott nehezen megkeres szinte rabszolgaként, azt itt a szülőföldön, otthon, az otthonában, a saját gazdaságában meg tudja kapni támogatásként, amiből ő aztán tud keresni és profitálni, ha ügyesen csinálja, szakértelemmel és odaadással. Úgyhogy ez egy óriási lehetőség. Nagyon szépen köszönjük a magyar kormánynak, mindenkinek, akinek ebbehez köze van, és bízunk benne a folytatásban, és hamarosan meghirdetődik erre az évre is, reméljük, hogy jó pályázatok lesznek, jók lesznek, és hogy lesznek pályázók is, nagyon sokan, még többen, egyre többen, ami nem baj, a verseny az mindig jót tesz, és sokan hozzájutnak újabb fejlesztésekhez, ami elősegíti azt, hogy a kárpátai magyarság azon része, akik a pályázati úton szereznek támogatást, szülőföldjén meg tudja maradni, boldogulni, és ezért itt fog maradni, ami nekünk nagyon fontos. Fontos a turizmus fejlesztése. A vidékünk erre rendkívül alkalmas, gyönyörű, szép, mindenki látja, aki még nem látta, aki látta, az újra megcsodálja. A turizmusra a vidék rendkívül alkalmas, a gyönyörű, szép táj miatt, a vizek miatt 700 ásványvízforrás van a területen, 700. Az Európában felelhető ásványvízfajták mindegyike megtalálható Kárpátalján is. Termálvízforrások vannak, termálvízfürdők vannak, történelmi turizmus lehetséges, várok, váromok, templomok. Kárpátalja a turizmus nézve, a turisták számát nézve, Ukrajnában hengerel az első, és négyszeresére növekedett a turisták száma az elmúlt 3 évben, négyszeresére növekedett, és 2,5 millió turista látogatja a vidéket, ez Kárpátalja lakosságának a duplája. De van még hova fejlődni, még rengeteg lehetőség van, viszont a külföldi turisták száma csökkent, épp amiatt, hogy háborús helyzet van, sokan azt hiszik, hogy itt is háború van, pedig itt nincsen, épp amiatt, hogy olyan határátkelés van, mint amilyen van, ezen kell javítani, épp amiatt, hogy olyan utak vannak, amilyenek vannak, ezen kell javítani, és szerintem külföldről is jöhetnek ide turisták, főleg Magyarországról, van mit megnézni, van mit felkínálunk, olyan vendégszeretet, mint nálunk szerintem a világon nincsen. Úgy a magyarok, az itt élő magyarok, mint az ukránok, nagyon szeretik a vendégeket. Azt, amit itt tapasztalunk, azt máshol nem. Ez a mi gazdagságunk, ez a mi kincsünk, erre van mit alapozni jövőt, csak lehetőséget kell megteremteni. Szakemberek szerint a turizmus egy olyan ágazat, amelyik a jövőben az egyik legerősebb, a legtöbb pénzt foglalkoztató gazdaság ágazat lesz a világon. 2020-ra 1,5 milliárd turistát várnak a világon, és már most 260 millió ember foglalkozik a turizmusban. Kárpátalján a helyi bevételeknek a 70%-a közvetve vagy közvetlenül a turizmusból származik. Tehát nekünk ez a jövő, ezt kell tovább fejlesztenünk. El kell még mondani azt, hogy Kárpátalján 24 turizmussal foglalkozó információs iroda létezik, a számokat növelni kell, egyértelmű. Egy munkahely megteremtése a turizmusban 20-szor olcsóbb, mint bárhol máshol, tehát ide érdemes befektetni, és a profit pedig
ugyanazzal a befektetéssel négyszer nagyobb, mint bárhol máshol. Tehát ez az az ágazat, ahol érdemes befektetni, aki itt van, vállalkozó, üzletember, esetleg nem kárpátaljai, az nyugodtan jöhet ide, fektessen be ide, érdemes, higgyék el, hogy ez a vidék a turizmusból fel fog virágozni, és aki ide van pénze befektet, az meg fog gazdagodni. Nekünk nagyon fontos lenne számunkra valami kedvezményt adni a beruházóknak, külföldre, akik ide jönnek, hogy a vállalkozásukat könnyebben indíthassák be, könnyebben beregisztrálhassák, és olyan övezet, ahol esetleg adócsökkentés lehet, adókedvezmény lehet, hogy ide csaljuk a külföldi beruházókat, de ezt nem akarják megengedni. Az itteni gazdasági beruházások liberalizációt nem fogadja el Kijev. A kétoldalú kapcsolatokban nagyon fontos a tapasztalatcsere, van mit tanulnunk Magyarországtól meg az európai országoktól, de nekik is van mit tanulnunk tőlünk, úgyhogy ez szerintem kölcsönös. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Kövessék a Profit című gazdasági magazin műsort a közösségi médiákban is. Viszontlátásra!